A videó elkészítését a Lace, az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos snack partnere támogatta. Sziasztok és üdvözlök mindenkit! Én Krisztián vagyok, és ebben a videóban ismételten elérkeztünk a Draft to Glory sorozatunk következő epizódjához. Amit már az intróban láthattátok, ezt a videót a Lace támogatja, úgyhogy nem másról lesz szó, mint hogy vége a diétámnak, srácok, hála a jó égnek, úgyhogy elhoztam egy pár Lace chipset, amit most meg fogunk falatozni majd ebben a videóban, viszont, hogy legyen egy kis kihívása ennek a dolognak, elhoztam nektek a csatorna életének legnehezebb draft kihívását, amit Krisztinának, illetve az ő kommentjének köszönhetünk, hiszen azt írta, hogy mi lenne Krisztián akkor, hogyha megcsinálnánk a sorrend draftot. A mai videóban én arra gondoltam, hogy kicsit fűszerezzük meg ezt a dolgot. Van nekünk még pluszba 2 Lace Strong chipsünk is. Aki esetleg követte régebben az élőadásokat, az pontosan jól tudja, hogy ha én bármilyen csípőset eszek, egy óráig olyan vörös lesz tőle a fejem, hogy azt elképzelni nem lehet, úgyhogy legelőször is a sóssal fogunk kezdeni, ugyanis, mint meséltem nektek, ugye én 86 kilóról kezdtem a diétámat, és lementem nagyjából egy ilyen 70-71 kilóra, ez hát ilyen 6-7 hónap volt, én azóta nem ettem chipset, srácok. Úgyhogy az első falatot én arra gondoltam, hogy most meg fogom nektek mutatni, hogy milyen jó ízűen fogom elfogyasztani, mert egyszerűen olyan régen ettem chipset, hogy ez valami kritikán aluli. Ó, igen. Hát, ez még mindig gyerekek bajnok. Zseni. Komment szekcióba írjátok már le nekem, hogy ti különböző mérkőzések nézése közben, akár BL mérkőzésről legyen szó, bármiről legyen szó, szoktatok-e snackeket fogyasztani? Kíváncsi vagyok rá. Köszi szépen. Lépjünk is akkor be a draftba. 15.000 coint fogunk most szépen beküldeni. Ja, és nem mondtam, nagyon fontos, hogy a kihívásnak az is a lényege, hogy ugye itt van ez a strong, ami egy chili lime verzió, és minden egyes kapott gól után én ebből fogok enni, hogy valamilyen szinten büntessük magunkat. És ugye sorrend draftról beszélünk, ami nekem nagyon furcsa lesz, mert még soha nem csináltam ilyen kihívást, de az 5-2-1-2 formációban kell játszanunk, úgyhogy hát nem lesz egyszerű. Az biztos. Szóval második játékost kell választanunk, aki név szerint Rebic, sajnos out of position lesz az első játékosunk. A harmadik kártyát kell választanunk, aki Griezmann. Megyünk tovább az ST következő pozíciójára. A negyedik játékos David. Nézzük a camot. Aki az ötödik játékos lesz, Alovairan. Legalább kapunk egy olyan játékost, aki használható ebben a draftban. Köszönöm szépen. CM, ugye ismételten reszetelődik a dolog, tehát most újra az első kártyát kell választanom. Megyünk a következő pozícióra, ahol a másodikat választjuk, Benzema, és egész jó az összhangunk amúgy. CB pozíciója, az ugye a harmadik, Upamecano. Nézzük a negyediket, ami Hermoso. Következő pozícióra ugrunk is, CB, és nem mást kell választanunk, mint a negyedik játékosunkat, ha jól emlékszem. Vagy hazudtam, mert a negyedik az a Hermoso volt, igaz? Negyedik Hermoso volt, úgyhogy az ötödiket kell, Yeray. Van is összhangunk, nem hiszem el. Újra reszetelődik a számláló, úgyhogy Ricardo Escuego, soha életemben nem hallottam még a játékosról. Második, Sergio Asenjo. Összhangunk az lesz. Következő, az ugye a harmadik. Jön a negyedik, aki Lecue. Hát, oké. Nem a legcombosabb. Majd Tiernit kell választani. Ismételten reszetelődik az első játékos, Szokrates. Az amúgy nem rossz,
Csak sajnál egyelőre nem tudjuk beépíteni. Második jön, Sané. Immelámmal elmegy. Harmadik, Del Piero. Egészen jó. Talán csatár pozícióba David helyett megnézhetjük. Mit tudunk vele alkotni. Jön, azt hiszem, a negyedik. Remélem, hogy nem számoltam el magam amúgy sehol. Ha elszámoltam volna magam, akkor ne haragudjatok. Az ötödik jön, Cruyff. Az sem egy hátrány. Egy Cruyff kártya a kezdőbe. Majd jön az első megint. Majd jön a második. Lamela. Harmadik. Werner. És utoljára jön a negyedik. Ezt itt ki tudjuk akkor számolni, hogy jól csináltuk-e. Egy gyors matekot végzek, srácok, azt már itt is vagyok. Lehet, hogy egyel elszámoltam magam, boys. Nem vagyok benne biztos. A menedzsernél azt fogjuk kiválasztani természetesen, aki a legnagyobb összhangot adja. Köszönöm szépen, egyik sem ad összhangot. Nem elég nehéz így is a draft. Még kapunk egy olyan menedzsert, akinél jó formán egyik sem segít. Hát ez szuper. Akkor nézzük ezt a Carteron nevezetű úriembert. Hát azt semmiképp sem mondanám, hogy combos lett a draftunk. Egyébként ahhoz képest, hogy full vakon építettük szinte a draftot, ahhoz képest nem vagyunk rosszak. Keressük is az első ellenfelünket ebben a bizonyos sorrend draftban. Lássuk. Az gond. Az nagyon nagy gond. Kapus! Nem jön a kapus. Vagyis hát jött a kapus. Csak nem jó ütembe. Az nagy labda. Alavairan. Alavairan hosszúba! Ezt be kellett volna rugnunk. Nagyon nagy gondba vagyunk. 2-0. Hogy fogunk innen visszajönni? Be kell rugnod! Ez a Haaland! Gyönyörű gól! Szép! Ez kellett nagyon. Vissza kell jönnünk a meccsbe. És kilépett a gyerek a mérkőzésből. Nem tartom kizártnak, hogy a videó végére az egész csomag el fog fogyni. Jó, megyünk a következő mérkőzésre, keressük az ellenfelünket. Az nem rossz labda! Haaland! 1-0! Gyönyörű gól! Megvan a vezetés! Jó! Nagy labda! Haaland! 2-0! Nem bírom berúgni. Nagy labda! Cruyff! 2-0! Nem volt les! Nem volt les! Köszönöm. Nice. Biztos, hogy nem. Biztos, hogy nem. Casemiro 77-es lövéssel, rendben. Hogy lássátok, hogy kivel van dolgotok, egy óriásit vettem ki most az acskóból. Megvagyunk. Megvagyunk, és ha minden igaz, csak egyetlen egy gólt kaptunk. Meg is van a második ellenfelünk, srácok, nézzük, hogy milyen csapata van. Shelby 93. Az mondjuk elég erős. Az les. Nem volt les sajnos. Gól. Megpattan rólunk és bemegy. Ez gond. 2-0. Nem fogjuk megverni ezt a srácot, mert nagyon jól játszik sajnos. Az szép. Hát ő nem egy kezdőjátékos, gyerekek. Az az őszinte való. Meg a csapata is elég rossz. Hát srácok, ennyi lett volna most ez a videó. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer Krisztinek a lehetőséget, hogy leírta a komment szekcióba ezt a sorrend draftot. Nyilván a harmadik mérkőzésen esélyünk sem volt, eléggé jó játékost kaptunk, illetve a csapata is nagyon-nagyon jó volt, nem hiszem egyébként, hogy jó csapattal sikerült volna megverni, illetve szeretném megköszönni még a Lace-nek az együttműködést, hiszen mint tudjátok, nincs Lace, nincs meccs.
És innen fogjuk folytatni majd a Draft to Glory sorozatunkat, hogyha tetszett ez a videó, mindenképp jelezz egy lájkkal, illetve ha még nem tetted meg, akkor iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a következő videóban. Én Krisztián voltam, ciao ciao, szevasztok! A videó elkészítését a Lace, az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos snack partnere támogatta.